Sziasztok! Agyaltam, hogy mi legyen most itt a ebéd, és van egy ekkora darab, ilyen gyönyörű, szép, hártyázott rövid karajom a hűtőbe, de hát ezt, hogyha mondjuk így natúr sütném meg, akkor azért még, ha gyerekekkel eszük, akkor is azért négy embernek nem lenne túl sok. Rántva még mondjuk töltve lehetne kezdeni vele valamit. De annyian kérdezitek azt, hogy a például az ilyen szószos kaják, tehát amit ilyen panír masszába sütöttem csirkét, hogy azt lehet-e airfryerbe. Azt ugye nem lehet, mert lefolyik róla, de nagyon sokszor fölmerül kajáknál, hogy meg lehet-e airfryerbe csinálni. Most azt találtam ki, hogy csinálok egy ilyen csirke nyársat, ilyen föltekerve, amiben teszek ugye még sonkát is, meg békönt is, és akkor már azért az úgy négy ilyen izmosabb nyárs az mindenkinek egy darab, az így elég lesz, és ugye ezek a bambusz nyársak, amiket így lehet készen venni, ezt megnéztem, ez pont, mint hogyha ez ilyen airfryerbe lett volna kitalálva, tehát simán belefér, úgyhogy erre fogom majd felhúzogatni, és úgy csinálom, hogy ilyen pillangó szeleteléssel, vagy nem is tudom ezt hogy kell hívni, nagyon óvatosan, hogy itt ne vágjuk teljesen át, ilyen cikcakban ugye látszik, hogy ott volt a késnek a nyoma, ilyen cikcakba szépen fölvágom ezt a karajt, hogy majd így ki tudjam nyitni, na jó, oldalra mentem, hogy majd így ki tudjam nyitni, és szét tudjam kloffolni. És akkor most megint megnézem, innen megint nyitok rajta egyet, és akkor ugye egyre inkább így szét fogom tudni húzni. Megint fordítok, megint megnézem, hogy hol vágtam el, megpróbálom, hogy nem elvágni, hogy egybe maradjon. Na, és most az egészet itt szépen fölvágom. És akkor most kaptam egy ilyen nagy húst, és ezt most szépen óvatosan, hogy az se nagy baj, ha kicsit szétszakad, úgyis föl fogom tekedni, meg össze fogom szurogatni, de azért nem baj, hogyha egybe marad, és ilyen forgatva szépen vékonyra kikloffolom. És ha kikloffoltam, akkor most ilyen magyaros fűszersóval egy picit megszórom. Ha nincs kész fűszersótok, akkor sóbors, fűszerpaprika, fokhagyma granulátum, pici őrölt kömény, kevés majorána, és nagyjából csináltatok is egy magyaros fűszersót. Másik oldalát is szépen megsózom. És megvan mind a két oldala. Odébb teszem, és ugye ezek a nyers békönök egyébként, ezek még viszonylag jól nyúlnak is, de most azt csinálom, hogy a félbevágom, azt szerintem, hogy akár még úgy is jó lehet, hogy szépen így alulra teszek békönt, ráteszem a karaj, és utána beleteszem a sonkát, és így föl fogom tekerni, és így földarabolom, és majd úgy próbálom meg egy nyárssal megszúrni, és akkor így megy be a grillbe. Megvan, és akkor teszek rá egy-egy szelet sonkát. Természetesen, hogyha nincsen ekkora deszkátok, ilyen hosszú, akkor meg lehet csinálni kisebb darabokból, és csak így ugye könnyebb lesz végig vagdosni a egészet, és akkor most ezt így óvatosan megpróbálom az egészet így föl tekerni, hogy ilyen szeletelhető legyen. Tehát egy ilyen kis vékony kis gurtnit csinálok belőle így föl tekerve, látjátok? Csak nem akarom itt a időt húzni vele, mert ugye egy egyesével most így rá kell tenni a kis békön szeleteket. Így. És akkor ezt most így ügyesen, minél szorosabban szépen föltekerem. És mivel négyen vagyunk, négy nyársat akarok csinálni, elvágom szépen nagyjából négy egyforma darabra, és azért akarom így átszurkálni, mert ugye a karaj hiába ilyen kis intalan, de hajlamos arra, hogy így kitekerje magát, mert ezt akár így is be lehetne tenni egyébként talán a grillbe, de így jobb pofa lesz, hogyha vágok belőle ilyen kis karikákat, és ezt így föltűzöm szépen egy oldalra, figyelve arra, hogy összetűzzük, ahol van, és így föltűzöm. Tehát látjátok, hogy itt ér össze a karaj, ott legyen átszúrva, és akkor így föltűzöm, hogy csinálok ilyen kis pici nyársakat belőle. Kész is vannak a kis
nyársak, és úgy teszem be, hogy a baconre teszem rá, hogy ugye, ahogy sül ki belőle a zsír, az még azért a húsra egy kicsit zsírozzon rá, és meg fogom fordítani persze nagyjából a sütés felénél, de hát a karajnak nem kell sok sülés idő, tehát azt azért is találtam ki, hogy pikpakra így össze lehessen dobni. 200 fokra beteszem, aztán majd megnézem, mennyi idő alatt sül meg, azt majd mondom a sülési időt. És hát amíg sül a hús, egyébként egy olyan 5-6 perce van bent, és már így néz ki, nem sokára fordítom is. És ugye reményeim szerint, de jó illata volt, reményeim szerint fog kisülni belőle ugye egy kis zsiradék, meg hát a hús is fog azért egy pici levet engedni, és aki törzsnézőm azt tudja, hogy én mindig imádom, hogyha mondjuk a krumplit a saját szaftjába vagy zsírjába lehet megsütni valami kajának. Úgyhogy ez most 1 kiló burgonya, megvágom ilyen nagyobb cikkekre, és majd úgy, hogyha olyan 95%-osan megsült a hús, akkor kiszedem, kiveszem azt a kis alsó rácsot, amin ugye most sül, és akkor beleteszem a zsírjába ezt a krumplit, teszek rá egy pici sót meg borsót, ezt készre sütöm, és amikor kész van a burgonya, akkor visszateszem a rácsot a airfryerbe, és még az utolsó kis 5%-nyi pirítást elvégzem a húson, és akkor így az se fog kihűlni, az is forró lesz majd tárolásban, nem kell mikrozgatni meg különböző módon. Hát azért ez így nem lett kevés, tere lesz vele majd az airfryer, de hát mindegy, megsül az abba. Úgyhogy a lényeg, hogy most ugye majd megfordítom, és hogyha már majdnem jó, akkor ez megy bele a edénybe. Szerencsére van még ilyen 3 deka kék sajtom itthon, meg van görög joghurtom, de van sima joghurt is. Csinálok a krumplira vagy a húsra, tök mindegy, mert mind a kettőhöz megy egy olyan öntetet, hogy ez a sajt, joghurt, só, bors, petrezselyemzöld és egy pici fokhagyma belereszelve, és ez lesz ilyen öntetnek pluszba rá. Na, a húsit ilyen állapotba kivettem, mert majdnem tök jól meg van pirulva, majd utána szerintem így fogom visszatenni, most már mindegy, hogy a békön átzsírozzá. És hát egy pici zsiradék azért jött ki, úgyhogy most beleteszem a... Kivettem a rácsot, beleteszem a krumplit, mehet rá só, őrölt bors, és ugye szépen összefogom rázni, de mondjuk egy nagyon pici ilyen szanszolív olajat teszek rá, hogy biztos ne legyen száraz. A kezeteket meg ne égessétek, mert ilyenkor ugye meleg az edény. A húsból is, ami kijött egy kis húsli, az is látszott. Az is volt benne, és most az így megy be a sütőbe. Egyébként 20 percet se sült, hogy már ilyen lehetett. Szerintem ez a teljes sütési ideje, egy 200 fokon 20 perc bőven elég neki, mert a karajnak nem kell sok, mert úgyis csak kiszárad. Csináltam egy kis ilyen minden bele kevert salátát, és ezt megint csak amikhez kedvetek van, még medvehagymát is tettem bele, mert kaptam az egyik nézőmtől ajándékba, és semmit nem tettem rá, csak egy kis ilyen tokai balzsamecetet, mert most épp ezt kívántam meg. Ez lesz a sali, itt van az ön, tehát a krumpli sül, husi, egy nagyon jó kis kaja lesz, és viszonylag egyszerűen egyébként el lehet készíteni. Na, a krumpli már nagyon jól néz ki, úgyhogy rájöttem, hogy nem is a rácsot teszem be, hanem hogy egyik se hűljön már egy picit se, visszateszem egy kicsit így a vágási felülettel a húsit, egy 2 percet még pirítom, és kész is a kaja lehet kóstolni. Na, kérem szépen, hát valahogy így néz ki a végkifejlet. Most ahhoz képest, hogy szinte a semmiből készült, jó, persze ez nem igaz, ahhoz képest szerintem egy elég jó kis étel lett. Hát, és mitől lenne rossz? Hát, csak... Na. Szerintem most sem nagyon a család. Nagyon jó ízű. Nem is nagyon száraz, nem is kemény a karaj. Úgyhogy bátran el lehet készíteni, és tényleg csak a airfryert használtam, pikpak meg volt, úgyhogy bárki szerintem meg tudja csinálni, hogyha van ilyen airfryerjük, de hogyha nincsen, akkor sütőbe, hőlékkeverésre beteszitek 200 fokra, ott is meg lehet sütni. Úgyhogy jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzést, könnyű kajákat, sziasztok!